Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják, ezek lesznek mai kiemelt híreink. Fórum, Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, Kocsis Máté frakcióvezetőt kérdezte az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokról. Nyílt nap, a Vujicic Tihamér zeneiskola mutatkozott be az érdeklődőknek. Pilisi Parkerdő új tűzifa webshopot indított az erdőgazdálkodási vállalat. Baleset történt a 11-es főúton, több autó ütközött egymásnak Szentendrén ma a kora reggeli órákban. A Budapest felé vezető oldalon a 17-es kilométernél egy sávot lezártak, ott 8 kilométer hosszan torlódtak a járművek. Szentendre határában rendőr irányította a forgalmat, több autós jelezte a közösségi médiában, hogy 40 perc alatt sem jutott ki a városból. Kora délelőtre a forgalom helyreállt, mint egy közlekedő írta, a papírgyárnál és az OMV-nél is megszűnt a helyszínelés, Szentendre városkaputól rendesen halad a forgalom. Szentendrén látta vendégül tegnap Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakció vezetőjét, akivel az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választásokról beszélgetett. A közelgő választásoktól a békepárti erők felemelkedését várja a Fidesz. 53 nap múlva dönteniük kell a magyar állampolgároknak, hogy kiket támogatnak az európai parlamenti, valamint az önkormányzati választásokon. Szentendrén a Ferences gimnáziumban a Fidesz támogatói gyűltek össze tegnap, hogy megvitassák a közelgő választások jelentőségét. Kocsis Máté frakcióvezető biztos pártja sikerében. Természetesen győzni fogunk. Szerintem a felől nincsen kétség, hogy a legtöbb szavazatot a Fidesz és a kereszténydemokraták listája fogja kapni. Az már egy izgalmasabb kérdés lesz, hogy melyik politikai szervezetnek hány mandátuma lesz a választók döntése alapján, de valójában a lényeg inkább az, hogy Európának olyan vezetése legyen, amelyik békepárti. Tehát elég volt a háború párti európai vezetőkből. Hazánkban 21 EP képviselőt választanak meg, akik a következő 5 évben a magyar emberek érdekeit védik majd az Európai Parlamentben. Az önkormányzati választásokra ezzel egy időben kerül sor, ami jó hatással lehet a szavazói részvételre. Szerintem a helyi ügyek nagyon fontosak. Én magam is voltam polgármester Budapest 8. kerületében, és ezért szerintem az emberek mindennapjait az jobban érinti, de nem szabad lebecsülni az európai döntések fontosságát sem. Sok választó lehet, hogy úgy gondolja, hogy az európai parlamenti választás nem olyan lényeges, de az elmúlt néhány évben bizonyította, hogy Európában a fejünk fölött, a brüsszeli birodalmi központból születhetnek olyan döntések, amelyek igenis húsbavágóak. Vitályos Eszter a Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselőjeként úgy véli, hazánk és Szentendre jövője a tét a közelgő választásokon. Van előttünk 53 nap egészen pontosan az európai parlamenti és az önkormányzati választásokig, úgyhogy ezt az 53 napot kemény munkával és sok-sok megjelenéssel, programmal, programpont ismertetéssel fogjuk tölteni, és akkor abban reménykedünk, hogy a választópolgárok megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, és a Szentendre összeköt mozgalom, és a mögötte álló összeköt egyesület polgármester jelöltje és képviselő jelöltjei fognak győzelmet aratni. Az európai parlamenti képviselők döntései hatással vannak a gazdaság támogatására, a szegénység elleni küzdelemre, a klímaváltozás és a biztonság kérdéseire. Fontos döntést hoznak tehát a választópolgárok, hogy mely képviselőket támogatják szavazatukkal. Abban bízunk, hogy Európa szerte megnő azoknak a pártoknak, támogatott politikusoknak a száma, akik békepártiak. Európa közvéleménye is átalakuló félben van. Szerintem nagyon sok polgárnak kontinens szerte elege van abból, hogy a feje fölött hoznak olyan döntéseket, amelyek most már nem csak hogy gazdasági problémákat okoznak, hanem egyszerűen biztonságunkat veszélyeztetik. Arra biztatunk mindenkit, aki békét akar, aki a háborúpárti vezetést le akarja váltani, hogy vegyen részt az európai parlamenti választáson, és támogassa a békepárti erőket, a Fideszt és a KDNP-t. Az európai parlamenti, valamint a helyi önkormányzati választásokat június 9-én tartják.
2024. áprilisában elindult az Ifjúsági Garancia Plusz program az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében mintegy 196,9 milliárd forintos forrásból, olvasható az Ifjúsági Garancia közösségi oldalán. A kormány ifjúsági programja 4 pillérre épül: bértámogatásra, lakhatási és utazási támogatásra, valamint átképzésre, ismertette Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára egy televíziós nyilatkozatban. Az Ifjúsági Garancia Plusz program azokat a 30 év alatti fiatalokat segíti, munkatapasztalatot szerezni, akik már nem tanulnak és még nem dolgoznak, emelte ki Comba Sándor, majd hozzátette a kormányzati programok, valamint az ország keleti és déli régióiban nagy számban induló beruházások segíthetnek a fiatalok elhelyezkedésében és a foglalkoztatottság növelésében. Éneklés és zene nélkül nincs értelme élni, ez a mondat szerepel a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola pedagógiai programjában. Az intézményben április 15-én nyílt napot tartottak. A fiatalok betekinthettek többi között az egyéni és csoportos órákba, de kipróbálhatták magukat különféle hangszereken is. A délután 2-től este 8 óráig tartó nyílt napon megtudhatták az érdeklődők például azt, hogy milyen tanszakok vannak az intézményben, illetve hogy kezdődik a zenetanulás. Ez az egészben a lényeg, hogy megmutassuk, hogy milyen együtteseink vannak, milyen hangszereink vannak, mit szolgál a zenetanulás, miért jó zenét tanulni, miért jó közösségben muzsikálni, mondjuk egy kicsit gátlásosabb gyerek, aki mondjuk egyedül egy kicsit nehezen tud megszólalni, vagy nem tud úgy kiállni a színpadra, mert lámpalázas, az megtapasztalja, hogy ez a közös élmény, ez milyen fantasztikus érzés, és ezáltal nem csak ráterelődik a figyelem, hanem a másik gyerekre is, úgyhogy tolerancia, személyiségfejlesztés és minden, ami ebben az egészben benne van, azt szeretnénk megmutatni ma. A zenetanulás bizonyos tanulási képességeket is old vagy segít. Többik között nagy mértékben fejleszti a gyermekek agyának azon részét, amely a nyelvérzék kialakulásáért, valamint a logikus gondolkodásért felelős. Ha az alapokat már sikerült gondos gyakorlással elsajátítani, a fejlődésre és önálló alkotással való törekvés természetessé válik a számukra. Az önkifejezési készség fejleszti a diákok önbizalmát is. Igen, hát nem csak a magánélet, szerintem az élet minden szegmensében megtapasztalja ezeknek a jó oldalát, hogyha igazán jó tanát kap, és tényleg olyan élményközpontú az oktatás, amiben itt nálunk részesül. Tehát valóban bizonyos tanulási képességeket is old vagy segít a zenetanulás, hiszen azért hallhattuk azt is, hogy például ez az innovatív tantárgyunk, a zenekari szolfés, az milyen sokféleképpen közelíti meg a hegedülést, a zenetanulást, a szolfést, amit sokan mumusként ismernek, és közben kiderül, hogy ez egy csodálatos dolog, és nagyon élvezetes is tud lenni. A szülő azért küldi hozzánk a gyerekeket, hogy az ő zenei esztétikájuk, az ő értékrendjük, az ő ízlésük az fejlődjön és változzon a jó irányba. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a Budapesti Zeneakadémia gyakorló iskolája is csembaló szakon. Azok a növendékek, akik az akadémián csembaló tanárnak készülnek, ők Szentendrén sajátíthatják el az alapfokú oktatás óráit, illetve itt töltik a szakmai gyakorlatukat. Csizmadia Angelika zongora és csembaló tanár már 1994 óta tanít ezen a különleges hangszeren. Stílusjegyek egy dolog, amit ugye meg kell ilyenkor beszélni, nagyon apró részletekbe menően a gyerekekkel, hogy melyik korszak, melyik zenéjének milyen stílusjegyei vannak. De amit korábban el kell sajátítanunk, az az, hogy ebből a pengetős mechanikából adódóan, meg hát abból is, ugye, hogy kisebbek a billentyű méretei, a csembaló billentyűnek a méretei, ebből adódóan jóval közelebbről kell billenteni, mint a zongorán. A nyílt nap egy különleges eseménnyel zárult. Azok a diákok, akik már eljutottak egy bizonyos szintre a hangszeres oktatásban, azoknak lehetőségük volt otthon felkészülni és jobban megmutatni magukat az előadáson. Egyesek testvérükkel, mások szülőkkel, de voltak olyan produkciók, ahol a tanuló az egész családdal lépett fel.
Időről időre vendégül látjuk stúdiónkban Mészáros Pétert, a Pilisi Parkerdő szóvívőjét, aki az újdonságok ismertetése mellett rengeteg hasznos információval lát el bennünket. Múlt heti híradónkban beszámoltunk az idén indított exkluzív vezetett túrasorozatról, amely program lényege, hogy a természetjárók erdészet vezetővel együtt sétálhatnak, így a kirándulás során szakember segítségével nagyobb ismeretanyagot gyűjthetnek és bepillanthatnak az erdészek szakmájába is. Most a kutyával való erdőjárásról és a tűzifa webshopról hallhattunk fontos tudnivalókat. A Pilisi Parkerdő egyike Magyarország kiemelkedő természeti értékeinek. Számos jól karbantartott turista útvonallal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyalogos és kerékpáros kirándulásokat. Mészáros Pétertől megtudtuk, milyen szabályokat kell betartanunk, ha felelősen szeretnénk túrázni, hogyan kell felkészülni a kutyával történő erdei sétákra, beleértve a megfelelő felszerelés, póráz, nyakörv használatát, az állat szociális viselkedésének ismeretét, más kutyák és emberek közelében, valamint az erdő szabályainak és előírásainak betartását. Az erdőterületet nagyon sokféleképpen látogatjuk ebben a 21. században, elég változatosak azok az igények, amit az emberek támasztanak egy kirándulás során az erdő felé. Ennek megfelelően, hogyha valaki hagyományos mondom, ugye bakancsos turistaként érkezik az erdőbe, akár magában, vagy pedig társaival, de valaki ugye babakocsit szeretne ott tolni, valaki futni szeretne, valaki lóval szeretne érkezni, valaki kerékpárral is, természetesen vannak olyanok, akik négylábú kedvenceikkel járnák az erdőt. Különösen a kutyásoknak szeretnénk arra felhívni a figyelmét, hogy egyrészt jogszabályi is előírja, másrészt pedig a saját érdekünk is, hogy négylábú kedvencünket erdőterületen pórázon vezessük. Ennek az az oka, hogy ha a kutyánk elmegy tőlünk messzire, akkor egyrészt elkorborolhat, betegséget szedhet össze. Másik oldalról a turista társainkat, akik mondjuk nem kutyával érkeznek, ők félhetnek a mi kutyánktól, megijedhetnek tőle, tehát kellemetlen élményt okozunk másoknak. Harmadik oldalról pedig nyilván ezben az élővilágnak a védelme is egy fontos szerepet játszik, hiszen a kutyának azért vannak ősi ösztönei, és hogyha elindul a vad nyomán, és mondjuk találkozik éppen a jelen időszakban mondjuk a malacait nevelő anyakocával, ő meg szeretné védeni a gyermekeit, ez nyilván egy teljesen normális reakció tőle, ő el fogja űzni onnan a kutyát, meg fogja kergetni, és hát akkor a kutyának, hogyha eszébe jut, hogy vissza kéne menni a gazdihoz a nyomában, ugye a vaddisznóval, valószínűleg nekünk is kellemetlen élmény lesz a kirándulás. Új tűzifa webshopot indít a Pilisi Parkerdő, olvashatjuk a honlapon. A webáruház legfontosabb újdonsága a kiszállítás ökológiai lábnyomának csökkentése. A parkerdő mintegy 65 ezer hektáros erdőterületről származó, fenntartható erdőgazdálkodási módszerekkel megtermelt minőségi tűzifával látja el több mint 100 település lakosságát. A parkerdő nyitási akcióval indítja az új online áruházat. Az első 100 megrendelő mintegy 25%-os kedvezménnyel juthat hozzá téli konyhakész tüzelőjéhez. A Pilisi Parkerdő az idei évben egy újabb tűzifa webshopot indított. Korábban is volt már a parkerdőnek tűzifa webshop, és az abban összegyűlt tapasztalatokat összegezve úgy döntöttünk, hogy egy kicsit más struktúrában fogadjuk az online tűzifa vásárlókat. Ennek az oka az, hogy szeretnénk az ökológiai lábnyomot csökkenteni, mert nyilván egy tűzifa szállítás az nem ugyanolyan, mint amikor egy kis terméket megrendelünk az internetről, és 3-4 nap múlva ugye meghúzza a futár a furgonjával, hanem itt azért komoly nagy gépek, akár dalus gépek is közlekednek, és hát nyilván hogy a tűzifa szállítása az egy teljesen más kategóriába esik. Ezért itt a webshop felületén, aki először ide belép, az azzal fog találkozni, hogy a webshop elkéri az ő nevét és lakhelyét, tehát egy címet, hogy minél inkább hozzá közelebb eső lévő erdőterületről tudjuk őt kiszolgálni, így csökkentve az ökológiai lábnyomot. Az új webshop termékkínálata a 2-6 méter hosszú tűzifa mellett tartalmaz méteres, 25-33 cm-es konyhakész, ömlesztett, zsákos és kalodás tűzifát is. A Pilisi Parkerdő mintegy 65 ezer hektáron gazdálkodik, a területünkön pedig mintegy 3 millió ember él. Azt tapasztaljuk, hogy azért van igény továbbra is a tűzifára, és vannak olyanok, akik már váltottak mondjuk gázüzemről, vagy éppen villanyüzemről fatüzelésre. Nyilván ennek megvannak a maga előnyei és hátránya is. Az egyik legnagyobb előnyként talán azt mondanám el, hogy tényleg aki fával fűt, az sokkal rövidebb időtartam alatt
tudja az ökológiai lábnyomát csökkenteni, hiszen egy fa azért 100 év alatt ugye újra növekszik, és amikor ugye kitermelésre kerül mondjuk a tűzifa alapanyag, akkor a gyökérnek egy jelentős része ugye benne is marad a fölben, tehát a megkötött szenet az továbbra is ott tárolja a területen. Alapvetően szeretnénk, hogyha a lakosság ennek a típusú fűtésnek az előnyeit felfedezni, és jól használná. Mészáros Péterrel hamarosan hosszabb beszélgetést láthatnak Fókusz című magazin műsorunkban. A Pilisi parkerdőről pedig minden információt megtalálnak a parkerdő.hu oldalon. Végül a várható időjárásról. Szerdán a Dunántúlon felhő átvonulásokra kell számítani, viszont délen és keleten vastagabb lesz fölöttünk a felhőzet. Kezdetben délen, délkeleten fordulhat elő kisebb eső. A délutáni órákban elszórtan nagyobb számban a Dunántúlon lehetnek záporok, nyugaton néhol zivatarok. Élénk nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 1 és 8, délután 12-17 fokra számíthatunk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő Kocsis Mátéval, a Fidesz parlamenti frakció vezetőjével beszélgetett Szentendrén a parlamenti és helyi önkormányzati választások kilátásairól. Nyílt napon mutatkozott be a Vujcsics Tihamér Zeneiskola az érdeklődőknek. Új tűzifa webshopot indított a Pilisi parkerdő. Ennyi volt mára a Szentendre ma hírmagazin. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor is jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Szentendrén, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazinműsorunk, melyben Falaki Szabolccsal és Móra Eszterrel beszélgetünk a Pink Panthers Tánc-Sport Egyesület sikereiről. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/TV Szentendrén. És megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, vagy töltsék le telefonos applikációnkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!